alvásról van szó, hogy miért nem jó, mikor már túl sokat alszunk, és miért mondjuk optimális a 7 óra. Hát egy egyszerű módszerrel kezdem. Tehát nem a 8 óra alvás a jó, hanem az a jó, hogy amikor lefekszünk, akkor 8 óra múlvára állítjuk be a csörgőórát, hogy csörögjön. Mert akkor biztos, hogy kevesebbet alszunk, mint 8 óra. És nem kell aggódni, mert hogyha 7 órát alszunk, vagy 6-ot, az se baj, mert az se lesz rendszeres, de a lényeg az, hogy 8 óránál kevesebbet. Miért? Mert és itt jön a második fázis, a második tudás, hogy az alvás is egyfajta állapot, egyfajta működési állapotja a szervezetnek. És ugyanúgy, ahogy mondjuk a tévé is, mondjuk stand-by állapotban is fogyaszt, és itt rossz a hasonlat, mert az alvás az abszolút nem egy stand-by állapot. Az alvás az olyan, mint amikor tetarozzák az épületet, és újra regenerálják, és újra helyrehozzák, tehát hogyha azt veszed, hogy mondjuk túl sokáig regenerálsz egy épületet, akkor elfogynak abba is az erőforrásaid, a pénzed, az anyagod, a festéked, a nem tudom mi. És a szervezet az alváskor pont ezt csinálja, elsősorban a testtel, hogy regenerálja. Hát ugye nyilván megöl egy csomó olyan sejtet, ami már ugye pusztulásra van ítélve, tehát rossz, tehát a rákos sejtetől elkezdve egy csomó minden másik, akkor méregtelenít, akkor fejleszti az izmokat, ugye hát alváskor fejlődnek az izmok, és nem máskor például. Tehát hogy lehetne az egy nem energia, egy energia kímélő feladat, hogy izmokat felépíteni. Plusz ugye fenntartja mozgás nélkül a testhőmérsékletet, ami megint egy rettentő energiaigényes folyamat. Tehát, hogyha azt veszük, az alvás szinte energiaigényesebb folyamat, mint az ébrenlét. És gondolkozunk csak el, hogy ez tényleg így van. De most, és ezért nem szabad sokáig aludni, mert akkor nyilvánvaló. És plusz ugye fenn kell tartani a cirkulációt azokon a területeken, ahol ugye nem mozgunk, és így tovább, és így tovább. Nyilván az emésztőrendszer ugye kikapcsol a perisztaltikus mozgás, mert azt is fenntartani már biztos nem bírná a szervezet, plusz ugye kell legyen a bél, és így tovább, hogy ne legyünk rákosak, mert ott ugye hatalmas számú sejtosztódás van, úgy, mint a csontfelőbe, és így tovább a bél képződik. Na, visszatérve az egészre. Szóval az egy energiaigényes folyamat, sokkal több minden történik, mint amikor csak használódik az energiánk nappal, úgyhogy azért nem lehet sokáig aludni, mert jobban kimerül a szervezet a sok alvásban, mint a sokkal több munkában. Oké. Okay. És akkor itt jön be a harmadik, ugye amit tapasztaltam még régen, hogy amikor már a szervezet tudja az előző napi lefekvés idejét, és olyankor már elkezd savasítani a szervezet, a vizeletet. Tehát, hogyha mondjuk a másnap ugye később fekszel, mint előző nap, akkor az abban az órától elkezdett vizelés, ami az előző napi lefekvés. Tehát egyszerű példa, mondjuk tegnap 9-kor feküdtem, mert a 12-kor, akkor a mai 9 óra utáni vizeletem már savas, mert a szervezet már felkészült arra, hogy ő megint megkapja az alvást. Mit jelent ez a savas vizelet? Azt jelenti, hogy a vizeletben ugye plusz sav ürül ki, és ez a plusz sav, ez húgysav. És itt nem a savasodás a lényeg, hanem az, hogy húgysav. Tehát húgysav ürül ki. Húgysav az pedig akkor képződik, amikor a szervezet energiát termel fehérjebontásból. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy az ember sokáig tudja fenntartani az alvás funkciót hatékonyan, ahhoz sok fehérjére van szüksége, amit lebonthat, hogy ugye, mert akkor az az üzemanyag, cukrot nem bont alváskor, azok ugye az izomműködéshez kellenek. Úgyhogy az energiák is, ugye nem mindegy, az ébrenléti energiák, azok mondjuk a cukrok, és esetleg a zsírok, és az alvás közben energiák pedig a fehérjék tartalékok, úgyhogy nagyon fontos, hogy az az ember nem fog tudni kényelmesen is pihentetően aludni, aki nem eszik elég fehérjét, és aki pedig elég húst eszik. Nagy tévedés, hogy ha az csak azért kell, hogy izomzata meg a testtömege meg legyen. A nagy húsfogyasztás az pontosan arra kell, hogy a szervezet sokáig tudjon regenerálni ezt a rengeteg testtömeget, a testszövetet, mert ezek az embereknek ugye nagyobb a testmennyiségük, a testszövetük, tehát sokkal több regenerációra van szükség, sokkal több izmot kell pótolni, és így tovább, hogy sok fehérjét is von el. És ugye a nagy energia, tehát ugye itt nem az alvás hosszát kell megnövelni, hanem az alvás szintben felhasznált energiamennyiséget a szervezetnek, és ezt ugye szintén fehérjeégetéssel pótolja a szervezet, vagyis onnan azt csinálja, hogy meglegyen az energia. Úgyhogy nagyon fontos, hogy sovány emberek, akiknek kevés a testtömegük és kevés a testfehérjéjük, mármint az elégethető testfehérjéjük, mert nekik ugye nincsenek zsíraktáraik se általában, meg cukorraktáraik se, ezek nem fognak tudni sokáig aludni. És nem is szabad sokáig aludni, tehát tiltva van nekik, hogy sokáig aludjanak, pont ezért, és ezért kell korán kelni,
és ugye felforcálni a szervezetet, hogy ne legyen a 7 óránál több alvás, tehát a 7 és fél óránál több alvás semmi szín alatt, mert talán még ez sem. Mert akkor fehérje deficitbe kerül a szervezet, ami másnap úgy fog megmutatkozni, hogy az alapvető, amikor még ugye nem kezdünk el táplálkozni, akkor ugye a pici fehérjebontásból nyer a szervezet ugye energiát, ilyenkor jönnek be a kortikoszteroidok, amelyek a glukoneogenézist csinálják a fehérjékből, tehát hogy reggel, legelőlegben akkor felmegy a kortikoszteroid szint, és hogyha nincs meg már, hogy miből égesse el a szervezet a fehérjéket, mert ugye az esti alvással ugye elfogy, akkor bizony ugye ilyen lecsuklások jönnek, és ugye az evéstől is elfáradunk, és itt van is. Szóval a lényeg az, hogy az alvás az pontosan, hogy energiaigényesebb sokkal, mint az ébrenlét. Sokkal fontosabb folyamatok is zajlanak, mint az ébrenlétkor. Az ébrenléti állapotot gyakorlatilag csak egy testben, egy fenntartási, egy védekezési, egy ilyen állapot, úgyhogy így lefordítva evolucionális folyamatokra. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a szervezetnek tiltva legyen az, hogy többet aludjon, mert energiadeficitbe kerül az alvás miatt, ami ugye sokkal több energiát fogyaszt, és ami az energia, ami fogyaszt, az a fehérje. Tehát nagyon fontos, hogy a fehérjét nem fogyasztó ember meg végképp ne aludjon sokáig. Ez tiltva legyen neki.